A sárgák Sandi Tamás szekszárdi jégkorong edző, fémjelezte jégmadarak vonultattak föl több fiatalt, de a kacsák abszolút rácáfoltak vezetéknevükre a totyogóra. Tessék csak nézni, milyen sebességgel korcsolyáznak és passzolnak Taksonyi Szilárd és társai, miképpen lepik meg gyors kontrákkal az olykor szeleburdian támadó jégmadarakat. 1-0, 2-0, 3-1 a javukra. Csapat többsége azért eljárogat nagyobb pályára is játszogatni, természetesen amatőr szinten. Ami az erényünk, az inkább talán már ugye a koromnál, vagy a korunknál az átlag korosztályunk azért már 30 pluszos, és ezzel finoman fogalmaztam. Talán inkább fejbe rakjuk jól össze a dolgokat. Igen, a rutin, a nagyobb rutin segített a második harmadban is. Kettővel mentek ekkor is a totyogó kacsák. Nem csak sima gólokat, hanem olykor felemelt korungú látványosakat is lőttek. Ám a jégmadarakat 8-6 után sem volt szabad leírni. Apró hibákból ugye, tehát ez erről szól, hogy az ember hibázik, azt megbünteti a másik csapat, most meg különösképpen. Ennyi volt a titok nyitja, és a fordulat az iramos eseménydús meccsen be is következett. Ilyen is ehhez hasonlatos gólokat lőttek a jégmadarak. És előbb egyenlítettek, az utolsó harmad második felében már fiatalabbságukból adódó jobb erőlétüket megvillantva meg is nyerték a bajnoki döntővel felérő, úgy tetszik, 4 pontos meccset. Valamilyen szinten el is törekszünk, mivel tudjuk, hogy nem lesznek OB1-es játékosok, vagy OB2-esek, de egy olyan tudást adunk nekik, hogy egy ilyen amatőr bajnokságban bátran és jó örömmel tudjanak játszani a fiataljaink. A zöldek a totyogó kacsák gyülekezetét a jégkorong feltétlen szeretete tartja össze már évek óta. Rá se hederítenek, hogy itt fáj, ott fáj, itt zöldül, amott zöldül. A szabad jég, ami összekovácsolt bennünket jobbára, nem az itteni jégpálya megalakulása igazából. Talán innét is egy kicsit ez a szabadi, ez a kacsa név, hogy a ott esetleg előforduló kacsák, meg egy kicsit olyan bohókásnak tűnő, és mi lapul a bohókás kacsanév mögött, ezt próbáljuk mindig megmutatni, illetve bebizonyítani. A címvédésre esélyes jégmadaraknál megesett, hogy jövőre még tovább fiatalodnak. Az U11 korosztályjal, hogy indultunk ugye idén nagypályán, azokban a gyerekekből azért mondom, hogy ott már egy páran játszanak itt az amatőr bajnokságban is. Jövőre terve van, hogy akár edző kollégám a Kakas Krisztiánnal, hogy a gyerekeket benevezzük erre a bajnokságba, úgyhogy csak a gyerekekkel vagyunk mi. A 2018-19-es városi amatőr jégkorong bajnokság ezen a héten a március 15-ére tervezett eredményhirdetéssel zárult.